Jó estét kívánunk! Jó estét! Jó estét! Ezeket nem vesszük. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Fotó Galériában. Felugos László, hol van már a tavalyi nanó, kellene már egy rendes hobbi című kiállításán. Nem is tudom, talán még sose fordult elő velünk, ami most előfordult, hogy a nagy távolság, illetve egy kis egészségügyi probléma miatt a művész sajnos nem tud itt lenni a kiállításon. Átadom a szót Violának, aki művészettörténész, de most, mint lacarajongó fogja megnyitni a kiállítást, annyira, hogy még egy laca kitűzőben is jött. Igen. Úgyhogy... Szóval, a kiállítás címe, hol van már a tavalyi nanó, kellene már egy rendes hobbi. A szövegem címe, hol van már a tavalyi manó, kellene már egy rendes hobbi. A kiállításról megjelent sajtószövegben olvashatjuk, hogy Laca felszólít minket szarkasztikus kiáltványok írására. Világéletemben kedvenc műfajom volt a kiáltvány. Imádom őket olvasni, és néha elkövettem én is egyet-kettőt. Gondoltam, írok egyet erre a megnyitóra is, de nem voltam rá képes. És azért nem, mert rájöttem, hogy egy kiáltvány alapvető tulajdonsága, hogy állít is valamit, hogy van jövőképe, hogy progresszív. Itt bukott el a tervem, legfőképp a jövőkép hiánya. Hogy Lacával fejezzem ki magam, az úttörőnek kedve minimális. Körülbelül egy hónapja Laca előző kiállításán, mely 20-30 évvel ezelőtti műveit tárta a nyilvánosság elé, elkapott az a furcsa érzés, hogy nem véletlen, hogy ezek a felforgató, dadaistábbnál dadaistább és szürreálisnál szürreálisabb művek most kerülnek bemutatásra. Közhely. A történelem ismétli önmagát, és ahogy Tristan Tzara mondta, ami történt, az abban a félálomban történt, amelyet közönségesen történelemnek szoktak nevezni. Ahogy egy nagy kiáltványíró, nevezetesen Karl Marx mondaná, Laca egy történelmi szükségszerűség. Ellenszérum az úgynevezett valóságra. Kadályék óta a valóság legbarátságosabb ellenfele. Hol van már a tavalyi nanó? A nanó zógörög eredetű szó törpét jelent, a nanovilág az a világ, melyre a parányi méretek jellemzőek. Laca képein szereplő alakok nem emberek, nem állatok, hanem egyszerűen csak lények, méretüktől függetlenül van bennük valami manószerű, egyrészt az ábrázolás elnagyoltsága miatt, másrészt, mert nem találkozunk jellemábrázolással. Bernecki Géza mondta, hogy ezeknek a lényeknek lelkük helyett inkább animájuk van. A minden dologgal közös világlélek hatja át őket. Képei azért homogének, a rajtuk ábrázolt világ azért lesz végül is kerek, mert a festményein a földkerekség élőlényei, de a mellettük megtalálható többi élettelen, lelketlen lény is mind-mind ilyen. Vagyis végeredményben egyenrangúak az emberrel. Fölértékelődtek, lelkesek. Őriznek valamiféle a világteremtésnek aktusából itt maradt melege. És ha nincsen szemük, akkor is ránk néznek, tudnak valamit, amit mi már elfelejtettünk. Élnek. Azt hiszem, Felugosi egy világot teremt. Egy párhuzamos univerzumot. És különféle általa kreált lényekkel, manókkal, állatokkal népesíti be azt. Bizonyos értelemben egy modern Noé, művészete egy új Noé bárkája. A világépítések rossz kedvből születnek és távolságtartásból. Hogy a világtól eltávolodjunk, függetlenedjünk, meneküljünk, szabaddá váljunk, hogy úgy lássuk a dolgokat, mintha kívülről se lennénk benne. Másrészt a világépítések, a hazatalálás, az otthonra lelés igényéből is fakadnak, hogy érezzük, mi is része vagyunk valami nálunk nagyobb egésznek. A mostani művek szürrealista módszerrel születtek. Ösztönösen, kényszeresen, a tudat korlátozásával, a tudat alatti felszínre kerülésével, tudatosan ösztönösek. Megfigyeltem, hogy Lacánál a tudat alatti akkor válik hangsúlyosabbá, mikor a környezet kezd az átlagosnál is elviselhetetlenné válni számára. A most kiállított 10 darab merített papírra festett kép és 3 kollás figurális művek, azonban nonfiguratív és ornamentális elemek is megjelennek. Felugosinál nincs kizárólagosság.
Nincs értelme kategóriákról beszélni, nála minden szabad, nincs rá szüksége, hogy valami ellenében definiálja önmagát. Egy hétig tűnődtem azon, hogy találjak olyan képzőművészeti műfajt, melyben nem dolgozott. Nem jártam sikerrel. Általában nem találtam olyan művészeti ágat, melyben valamilyen mértékben ne alkotott volna. Így vannak irodalmi, zenei, filmes művei is. Én Laca rajongó vagyok. Ami persze azt is jelenti, hogy a művészetiért is rajongok, illetve nincs értelme külön választani a kettőt, mert számomra ez egy és ugyanaz. Felugosival meginni egy kávét, eltölteni egy délutánt, ugyanolyan művészi vagy esztétikai tapasztalat, mint amit művei befogadásakor érzek. Az öntisztulás a legjobb macera. A Laca jelenség kicsit olyan, mint amiről Grant Kester beszél a dialógus esztétika kapcsán, a dialógus szerepe a társadalmilag elkötelezett művészet című művében. Paradigmaváltást igényel a műalkotásról alkotott felfogásunkban. Egy, az esztétikai tapasztalat azonnalisága helyett annak folyamatosságát hangsúlyozó definíciót. A kiállítás monitor.